eléggé jó kis mérkőzés játszott a két csapat egymással, végül is vesztesen hagyták el a pályát. Igen, így van, de hát a bajnok ellen ez nem annyira szégyen, viszont játékban az elején még partiba voltunk, igaz 4+1-en jöttünk el, de úgy gondolom, hogy a zárt védekezésünknek köszönhetően szorossá tudtuk tenni az első fél órát. Utána viszont már kijött az erőkülönbség, ugyebár nagy pályáznak is sokkal jobb erőben vannak, technikailag is felkészültebbek, így a végére elfáradva, de mégis büszke vagyok a lányokra, mert ismét helyt álltak, mint ahogy Győrben, meg a rájátszás minden mérkőzésén. Jövőre ugyanez a cél, hogy a rájátszás előtt ott lenni az élmezőnyben, viszont a rájátszásra tényleg olyan csapatot összehozni, hogy 10-12 ember az megmaradjon a rájátszásra is, mert így a végére nagyon elfogytunk. Így nem igazán lehetne kiindulni, az alapszakaszban elért eredmény az szép, de igazán a rájátszás számít. Minden meccsre úgy menjünk fel, hogy győzni akarunk, tehát elég nehezen sikerült, de sikerült, ez a lényeg. Én úgy gondolom, hogy a végén kondicionálisan jobbak voltunk, és ezzel tudtunk nyerni. Mennyire bírjátok ilyenkor még a szezonnak a végét? Hát fáradtak vagyunk, ez a játékunkon is látszott, de bírjuk, ahogy bírjuk. Van még két mérkőzés a bajnokságból, arra hogyan készültek? Hát most elsősorban a nagypályára készünk, ugye ott is bajnoki döntőt játszunk, itt már a bajnokság eldőlt, tehát konkrétan nem készülünk, győzelemre megyünk és kész. Egy ennyire defenzíven játszó csapat ellen, mint amit most a Debrecen bemutatott, nagyon-nagyon nehéz játszani. Hozzáteszem, hogy tisztességgel és becsülettel helytálltak. De hát tegnap este 7 órakor megfújtak le nekünk egy MTK elleni nagypályás bajnoki mérkőzést, ugye, ami gyakorlatilag az NB1-es döntőért ment. Igen, fáradtak a lányok. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy egy percig nem volt kérdéses az, hogy ezt a mai mérkőzést megnyerjük. Végig domináltunk, végig irányítottuk a mérkőzést, és hát azt gondolom, hogy akár több gólos győzelmet is arathattunk volna. Mindenképpen szerettük volna a hazai közönségtől úgy búcsúzni ettől a szezontól, hogy győzelemmel. Szerettünk volna még szebb játékkal, bár egy-kétszer azt gondolom, hogy egy-két gyönyörű gólt, illetve nagyon szép támadást láthattak a nézők. Ennyivel minimum tartozunk nekik az egész éves hűségükért.